hogy a főpróbán végig tudtuk játszani a darabot, mert nagyon a részletekkel foglalkoztunk, de Robival, Farkas Robival nagyon-nagyon jól zajlott az összes próba folyamat, és mindig ügyelt arra, hogy azért nagyobb íveket már próbáljunk egyben. Ugye ez egy olyan darab, ami tulajdonképpen attacca, a három tétel összefonódik egymással, és így alkot egy nagy ívet, és ez most a főpróbán derült ki igazából, hogy milyen érzés. Én egy csapatnak a részeként érzem magam, és a MÁV Szimfonikus Zenekarnak egy egészen kiváló cselló szólama van, úgyhogy végeredményben olyan érzés picit, mintha egy ilyen nagyon stabil, kényelmes matracon tudna az ember megnyugodni, amikor meg kell nyugodni, amikor pedig, hát hogy mondjam, amikor pedig olyan területekre tévedünk, akkor olyan kihívások elé vagyunk állítva mindannyian, ami nagyon szép és nagyon inspiráló. Technikailag mennyire volt nehéz számodra ez a mű? Nehéznek nehéz, de addig volt nehéz igazából, amíg Ötvös Péterrel át nem vettük. Mert onnantól kezdve is ez általában minden nehézséggel így van, hogyha az alá van rendelve egy víziónak, vagy egyfajta megértésnek, átalakul nyelvé, akkor onnantól kezdve nem a hang magassága, meg nem az, hogy hogy találja el az ember, az számít, hanem maga a gesztus, és hogyha jó a gesztus, akkor technikailag is működik. És én nem vagyok nagyon gyakorlott kortárs művek előadásában, főleg nem kortárs cselló versenyek előadásában. Szóló darabokat inkább játszottam eddig. Viszont azt talán mondhatom, hogy mindig nagyon-nagyon üdítően hat, és egy olyan perspektívába visz, amiből a nem kortárs darabokat is máshogy tudom szemlélni. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha az ember tényleg egy idegen nyelvet próbálna elsajátítani, viszont hogyha jó a darab, akkor könnyen adja magát, tehát a sikerélmény is és gyorsan jön. És Ötvös Péter cselló verseny az abszolút ilyen, és kedvet csinál egyébként bennem még jobban megismerni a kortárs repertoárt. Ennek a Concerto Grossónak a bemutatóját, hát az már volt körülbelül 11 éve lehetett. Én azt követtem, interneten közvetítették, vagy tévében, amikor Perényi Miklós a Berlin Filharmonikusokkal játszotta, és teljesen le voltam nyűgözve egyrészt a darab nehézségétől, meg attól, hogy milyen szép előadás volt. Úgy hozta az élet, hogy most került rá sor, most arra érett meg, talán én is most arra értem meg ennek a műnek az előadásához. És a MÁV Szimfonikusokkal milyen a kapcsolatod, azon túl, hogy most együtt dolgoztok? Nagyon régóta dolgozunk együtt, és Lendvai György igazgató már engem, amikor még nem is nyertem versenyeket, már akkor támogatott az első zenekarok egyike, hanem talán a legelső, aki mint szólista meghívott, nagyon régre nyúlik vissza a kapcsolatunk, és nagyon baráti és nagyon családias hangulatú.